Tolna város önkormányzatának képviselőtestülete több, kiemelten fontos napirendi pontról is döntést hozott, így újabb fontos fejlesztések kerülnek megvalósításra a városban. Többek között döntés született a Fáy András téri új játszótéri eszközök létesítéséről és korszerűsítéséről. Úgyhogy arról döntött a képviselőtestület, hogy mintegy 14,5 millió, illetve 15 millió forint közötti értékben új játékeszközöket vásárolunk oda, és megbíztuk a Telen a Kft-t azzal, hogy ezeket telepítse. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy a sok-sok új játszótér mellett azért a régieket is meg tudjuk újítani. Ez a játszótér, ez még fából készült, ilyen röngfából készült játékeszközöket tartalmaz, de hát tudjuk, hogy ez már nem annyira korszerű, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ide is vásárolunk újakat. Én nagyon bízom abban, hogy az ott lakók és a közelben lakó gyermekek nagy örömmel fogják majd ezeket használni. Fontos szerződés megkötésére került sor a Tolna Mőzs Szent István utca 38 szám alatti óvoda előtti térköves parkoló kialakításáról. Mőzsi zöldkert óvoda elé parkolót építünk. Hát ez nyilván az ott dolgozók és az oda járó gyerekek szüleit érinti jobban. Az úttesten lehetett eddig megállni, úgyhogy arról döntöttünk, hogy egy parkolót alakítunk itt ki. Elég hosszú egyeztetések voltak, mert hogy az út maga, a Szent István utca az a magyar állami és a közút, az állami közút kezelésében van, tehát elég sokáig tartott az egyeztetés, de hát az engedélyek megvannak, minden papír megvan ahhoz, hogy megépülhessen ez a parkoló. Az önkormányzat reményei szerint a beszerzési eljárást követően már idén megvalósításra kerülhet a parkoló kialakítása, ezzel is megkönnyítve mind a szülők, mind pedig az intézmény dolgozóinak életét. Minden évben jelentős törekvést tesz Tolna az utak és járdák állapotának karbantartására, illetve javítására is, az erre a célra elkülönített úthit keretein belül. Ezen területek fejlesztésére már a tavaszi időszakban sor került, azonban az utak állapota indokoltá tette, hogy idén nagyobb összeget fordítson erre a város, ezért a testületi ülésen további 22 millió forintot szavaztak meg a munkálatok folytatására, melyekre már nyáron sor került. Ennek kiegészítéseként további összeg került megállapításra szeptember végén. Örültem annak, hogy a képviselőtársaim ezt támogatták, és egyhangúan döntöttünk arról, hogy újabb 4,5 millió forintot biztosítunk arra, hogy a még fellelt hibákat tudjuk kijavítani. És már korábban is elmondtam, és most is elmondom, nem útfelújításról, hanem csupán útjavításról van szó. Tehát nem lesz új utca, de a nagyobb kátyúkat igyekszünk kijavítani. És egyébként gőzerővel készülünk a TOP pluszos fejlesztésekre, amiben több száz millió forintot tervezünk útfelújításra itt a városban. Úgyhogy azokat az utcákat, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, azokat pedig abból a pályázatból fogjuk feltehetően felújítani. A felújítás teljes egészében a város 100% tulajdonú Telen a Városi Szolgáltató Kft. Keretein belül kerül megvalósításra.